Vloggerkednél, de nincs mivel? Videós eszközök bérlése jó áron. A műsor támogatta a digitalworld.hu. Dolgozzunk. Én amondom vagyok. Mi az? Ilyenünk is van. Most ledöbbentem. Következő vendégem egy színésznő, akit egy a luxus feleségek életét bemutató realityből ismerhetett meg az ország. Kifogástalan külsejének és lehengerlő stílusának köszönhetően rövid idő alatt sokak kedvence lett. Vendégem eleget tett őrült kérésemnek. Láthatósági mellényt húzott, seprűt ragadott, és eljött velem kitakarítani egy forgalmas aluljárót. A későbbiekben egy buszmegálló pavilonját varázsoltuk tisztára. Egy kanapén kívül Küllőbabettel. Na hát ide értünk a Népligeti, kicsit használatos, ide értünk a Népligeti aluljáróhoz, ahol már egyébként beszéltem a közteresekkel, ők lesznek a segítségünkre, úgyhogy Babettel egy kicsit rendet teszünk itt az aluljáróban. Van meló, úgyhogy hajrá. Féljét még nem csináltam, mindenki kell próbálni, lehet, hogy bejön és ott hagyod a színpadot emiatt. Az aluljáró takarítás miatt? Persze, lehetséges. Lehet, minden lehet. Na, hát gyere, akkor menjünk neki. Az is lehet, hogy jön egy gömbvillám és beléd vág. Lehet. Mi így megyek, ugye? Le ne zakózzál. Na jó, most még bevettek veled, hogy ilyen nem. Igen. Na gyere, itt kérünk egy kis segítséget. Jó napot! Csókolom! Megjöttünk! Jó napot! Engedjék meg, hogy bemutassam Köllő Babett színművész. Nagyon örülök! És hát akkor kérhetnénk egy kis segítséget? Szeretnénk besegíteni önöknek itt az aluljáróban. Azt tessék csak hagyni, majd a Babett tolja, jó? Jó. Én addig átveszem ezeket. Húzom! Inkább! Húzzad! Most boldog vagy? Nagyon! Így! Figyeled? Nagyon jó vagy! Félszerűen pályát tévesztettél. Jó. Feltűnően nagy itt a tisztaság, nagyon jó munkát végeznek amúgy. Főleg most, hogy ilyen mezőj van, egy kis. Segítek, itt vagyok, tehát nehogy azt mondd, hogy én nem csinálok semmit, kinyitottam neked a nagy kukát. Ó, ezzel van egy rágóvény. Hát ez dob bele, hát nehogy már ott hagy fél munkát, mégsem végzünk. Így? Megütögetem. Köszi. Ki jött? Ki? Dehogyis, hát mi alapos munkát végzünk. Aha. Nem. Próbálom, de nem olyan egyszerű ezt visszaakasztania. Várjál. Így én látok. Látod? Látok. Így. Így? Nem. Felletörjük. Így? Ennyi? Nehogy az ujjadat oda csípje. Kattanásig. Kattant? Jó. Jó. Jó? Szupi? Jöhetne a Babett ide dolgozni? Persze. Jöhetné? Ja, akkor addig tedd le ide a kukát. Igen. Én jó fej leszek, én elseprem a feléig, és te meg a másik felét. Mit szólsz? És bele kell a végén, vagy hogy? De hát, nem följebbről kéne kezdeni? Ja, fölülről kéne. És akkor a végén idézem a forgalom. Ja, értem! Tehát végig az tetejéről végig húz. Hogy nem tudod, Babett? Hát bocs! Új vagy, bocsánat, tessék parancsolni. Közben átmenő forgalom, hát arra ügyelni kell. Jó, én idáig elsöpről. Felkapszott. De telibe söpröd a járókelőket. Bocsánat, ez jobb. Jó, van, na hát csinálom. Ott is van. Jó, csinálom. Nem lehet ilyenkor lezárni a lépcsőt? Ne. Nem lehet? Ne jöjjenek. Nincs sok kósz. Tehát itt Katikáék nagyon jó munkát nagyon végeznek. Jó. Tényleg, alig van kósz. Kérem. Hát mondjuk a járókelőkön már több a kósz, mint a lépcsőn, mert a Babett úgy söpör, mint egy gép. Fia, valamit csinálunk, azt csináljuk rendesen. Én is ezt mondom, bár azért itt hagysz egy-két dolgot, de mondom, olyan. Jövök utánad. Ezért vannak ketten Katikáik, kis Katik. Ezért vannak ketten, amit egyik Katika ott hagy, akkor a másik föl nem. Igen. Egyesével, hát ők jóval profibbak, mint te vagy. Meleg a kesztyű. Ezért, látod, ezért nem kell ittasan vezetni, meg jogsi nélkül. Ez lesz a vége.
Ja, akkor ez munka? Igen. Jaj, hogy nem tél van. Igen. Mert mire véget érnek, kezdhetnénk előről. De senki nem köszöni meg? Köszi. Ez a durva, látod, hogy itt végigmegyünk, és tulajdonképpen... Senki nem igen, köszöni meg. Igen, tehát ez mindennapos látvány, hogy mi összemászkáljuk azt, amit itt a közterület fenntartók összesöpörnek, miattunk nekünk, hogy így nekünk itt tisztán legyen. Azt, senki nem mondja azt, hogy köszönöm. Önök úr, ez jó? De befele söpörd. Hát le, nem? Nem le. Babettnek már most levonunk a füzetéséből. Nem le söpröd? Hát lefele. Jaj! Vigyázz, vigyázz! A kalappal, nagyon tényleg, szépen, de ennyi koszt, hát itt soha, tényleg, nincs még egy ilyen aluljáró, mint ez. Soha senki nem köszöni meg? Szokták. Meg na, szokták. Végre, jaj, de jó. Ez mondjuk jó hír. Jó hallani. Na, ezt jó hallani. Na, ez egy nagyon fontos munkakör. Ez nagyon pozitív. Na. Fiatalok is megköszönik a munkát. Ez nagyon jó, tényleg. Azt gondoltam, hogy nem. Igen, ja, pont itt mindenki ugye mászkál akármi, hát nyilván muszáj menniük, tehát hogy máshogy nem lehet. Ja, azért szeretném megmutatni, hogy ennyi kos sikerült egy lépcsőről összegyűjtenünk. Hát én a konyhámat összesöpröm, és tulajdonképpen ott jön össze ennyi. Tehát a Katikáéknak, tényleg díjat fogunk kérni az FKF-től, mert hogy tényleg. Ez ami itt van. Na gyere, Babett. Na, akkor kuka, adom azt az megyünk, megyünk kukát üríteni. Beállok így. Parkolj be. Beparkolok szabályszerűen. A kulcsot, Babett. Főnök úr, próbálja meg. Főnök. Babett, nem tudom tényleg, tehát hogy... Elég keményen. Nem merem, mert félek, hogy eltöröm. Egy vasat? Nem, a kukát! Kérlek, visszaadjuk. Egy évesen. Nézd, Babett, itt egy rajongód. Látod, ez nem pedig még itt összön. Hát dehogy nem, tök jó vagy. Mit mondott Tamás, hogy egy évben egyszer lejövök? Nem tudom. De ezek szerint ismer téged. Legalább biztos, felhívjuk a figyelmet. Biztos jár abban a színházban, ahol te játszol. Jó. Mit szólnál egy új sorozathoz az utcaseprők luxus kivitelben? Figyelj, igazából ez most halál komolyan mondom, hogy tök jó érzés. De jó ez, nem? Jó egy kicsit tenni a közért. Szerintem igen. Szerintem zseniális. Várj, itt van egy szivarka. Ezt nem hagyjuk itt. Szerintem zseniális. Jó. Nem csak ilyen. Na. Ha Katikáiknak köszönjük a segítséget. Ekkora test mellett senki nem támad meg. Parkolj be ide a kukával. Katikáiknak nagyon szépen köszönjük a segítséget. Mi megyünk tovább, ugyanis van még egy busz megálló, aminek úgy láttam, hogy nagyon koszos az üvegfala. Úgyhogy hát annak is neki kell esnünk, mert nem hagyhatjuk így. Jó, ez a miénk volt, a lapát az önöké. Nagyon szépen köszönjük a segítséget. Tényleg további jó munkát. És köszönjük a munkájukat. Ezt halál komolyan mondom. Igen. Nagyon köszönjük a munkájukat, tényleg pöpec az aluljáró, alig tudtunk szemetet összeszedni. Még egyszer köszönjük a munkájukat, nagyon viszontlátásra. Tehát most az lesz a következő kunst. Van itt egy busz megálló pavilon, aminek az üveg felületeit varázsoljuk tisztára. Ablakot milyen sűrűn pucolsz otthon? Nem én csinálom. Nem? Na jó van akkor, hát ez is tulajdonképpen. Jön egy úriember. Ő szokta megpucolni az ablakot. Elüt a busz. Ő szokta megpucolni az ablakot, és egyébként ő, aki profi ablakpucoló, azt mondja, hogy ez nem női munka. Ezt ez most a sok női ablakpucolónak mindenképpen meséljük el. Nézzek, egy kis szimpatikus fiatalemberek állnak most itt busz megállóba, úgyhogy ha ügyes vagy, akkor még itt tényleg egy olyan szexi takarítást is le tudsz nyomni,
hogy ez valami hihetetlen. Vizes pólós, persze. Figyelj, a fiúknak már nagyon, nagyon bejön a dolog. Na! Jaj, dehogy is! Hát éppen akartam mondani, hogy mintha mindig ezzel foglalkoztál volna. És menjünk a túloldalra, gyere keféjét. És én húzok. Zöld alma. Tetszik. Zöld alma. Tudom, hogy ez a kedvenced, ezért ezt vettem. Bocs! Á, semmi bocs, baj! Nem akartam kérni, hogyha esetleg úgy van, akkor locsolj már egy kicsit le. Szabad, köszönöm. Na, bocsi, egy... főnök! Véletlen volt! Semmi baj, egy ab... már csak egy ablakunk van hátra. Na jó. Amúgy. Igen. BKK, igazán nincs mit. Igazi jó, jó pali jön, úgyhogy szépen vízé menj le. Ja, bocsi, várjál. Jó volt? Nagyon. Engem nézed, vagy téged? Hát ez az. Nagyon szépen csinálunk. Látod most, mi van? Belement a szemedbe? Az izzadság. Ó. Jaj, de szép. Megvagyunk. Gyönyörű. Mit csinálsz? Folyam, de fogkefej. Mint hogy hatalmas fogkefe. Együtt most. No, igen. Na hát talán azt gondolom, hogy kimozdítottalak kicsit a komfortzónádból. Legalábbis olyan dolgot csináltál, amit nem sűrűn szoktál, nem? Vagy hogy mondjuk, hogy egyáltalán? Nem, nem szoktam. Ablakot pucolni tényleg egyáltalán nem szoktam. Csináltam régen gyerekkoromban Bonyhádon, de azóta eltelt egy kis idő. Meg jó, nyilván köztereket sem szoktam takarítani, meg rendbe tartani. Figyelj, kemény meló. Aha. Én is azt gondolom. Tehát azt gondolom, hogy nem töltöttük itt az egész napot. És ez így is fárasztó. Leizzadtunk. Lihegünk fárasztó. Konkrétan. Ami a pozitívum, hogy Katikáék munkája, ugye, meg az, tényleg, hogy egyáltalán megköszönik, és szerintem ez fantasztikus dolog. Az, hogy ugye takarítottak, és rá 20 perc múlva kezdtük előről, és már megint volt szemét, azért az nem annyira. Elképesztő. Én azt mondom nekik, hogy gyerekek, figyeljetek a környezetetekre, tényleg. De tényleg. Figyeljetek oda a környezetetekre, és azokra, akik ezt rendben tartják, mert látjátok, tök jól esett Katikájéknak is, ha megköszönni, aztán jól esik neki. Csak egy annyi, hogy odamész hozzájuk, köszönöm, akármi, vagy csak tényleg nem dobod el a szemetet az utcán, mert azzal sokat segíthetsz. A csikket, rengeteg cigicsik van, undorító. Az se, vannak szemetesek, tehát hogy tényleg, semmiben nem tart, eloltod, megfogod a kezedbe, elsétálsz. Igen. Na jól van, hát tulajdonképpen ennyi volt a második rész, ahol utcát söpörtünk luxus kivitelben. Köszönöm szépen Köllő Babettnak, hogy elfogadta a meghívást. A BKK, ne felejts, hogy jön nekünk egyen, mert letisztítottuk az egyik buszmegálló pavilon üvegfelületeit. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Remélem, hogy jól érezted magad. Nagyon. És megtarthatom? Természetesen, ez kifejezetten a tied, viszont a kefét azt kérem vissza. Na, ti meg ne felejtsetek el feliratkozni, nyomni kis csengőt, ugye, hogy milyen fontos a kis csengő. Most már te is tudod, hogy mennyire fontos a kis csengő. Tartsatok velünk legközelebbi. Sziasztok! Sziasztok!